A Magánszállásadók Országos Szövetsége megalakulása óta aktívan részt vesz a hazai turizmus fejlesztési irányvonalainak kialakításában, az ehhez kapcsolódó kormányzati döntések előkészítésében. A magánszállásadók tevékenységét is szabályozó turisztikai és idegenforgalmi törvényt még mindig nem tárgyalta az országgyűlés, miközben a szállásadókra vonatkozó jogszabályok évente változnak. Többször, több fórumon is elhangzott, hogy esetenként túl gyakoriak a változások, és nem egyszer túlzottnak érzik az érintettek a szabályozást. Magánszállásadók sajnos nincsenek tájékoztatva a rájuk vonatkozó jogszabályokról, működési feltételeikről. A önkormányzat nem kellőképpen tájékoztatják a területükön működő szállásadókat, ezért úgy döntött a szövetségünk, hogy a minisztériumtól kapott támogatásból, a 3 millió forintból saját kezébe veszi ezt a tájékoztatást. Ennek érdekében az érintett hatóságok és minisztériumok legmagasabb szintű képviselőinek bevonásával egy 5 helyszínből álló országos rendezvénysorozatot indítottak, ahol valamennyi szolgáltató megismerheti a működéshez szükséges információkat. Tehát közvetlenül a területen a mindennapjait eltöltő ember tapasztalataiból fognak jönni a kérdések, illetve a javaslatok, és reméljük, hogy a nem sokára megszülető törvény, turisztikai idegenforgalmi törvénybe ezeket is hát az illető szakvezetők majd be tudják fogalmazni. A záró rendezvény Hajdúszoboszló, Siófok, Hévíz és a Vas megyei Bükk után március 19-én kedden Egerben lesz.